Kedves hölgyeim és uraim, 4:42. 4,42 másodperc, ennyi időbe telt a 0-100-at lefutni ezzel az autóval. Téli gumikon, két személlyel a fedélzetén, és ez azért volt izgalmas, mert valójában 4,7 másodperc a hivatalos ideje. A 4:42 az egész jó, ugye? És hogy jött ki ez a 4:42, vagy honnan tudom ennyire? Úgyhogy az autó fedélzeti telemetriájából kinyerhető ez a szám. És szerintem ez már elárul valamit. Ez itt a C43 C kupé. Mindjárt meg is mutatom, hogy mitől kupé, ugye? Ott hátul van az a szép kupé feneke. Megmondom őszintén, nekem azonban ezzel a fenékkel icipici gondom van. Talán lehet, hogy ebben a méretben nem adja ezt ki ennyire. Az E-osztályos kupé valahogy jobban kiadja. De azért tudnék vele együtt élni. Szóval, ja, azoknak a YouTube nézőknek mondom, akik esetleg még nem ismerik, hogy működik az autósámán történet, az autós mozi, amelyben lesz röfögtetés, 0-100-as gyorsulás, driftelés és sok csibészkedés ezzel az autóval, az majd később jön, jó? Tehát ne írjátok le, hogy hülye gyerek, miért nem vezeted az autót, azért, mert ez most egy ilyen körbejáros dolog, a Facebookon indítjuk, és majd a YouTube-on fogjuk befejezni. Itt most csak megmutatom nektek, kedv csináló, mondjuk ezt. Szóval 4:42, téli gumikon, úgyhogy a Gilberto mellettem ült, és kapkodta a levegőt egyébként, és nagyon brutális volt. De ez az egyik arca csak ennek az autónak. A másik arca azonban az, beülsz, beindítod, ezt egyébként meg fogom csinálni, és finoman bepisszent a levegőbe egy adag parfümöt. És ez a másik arca, és ez az arca, amit egyébként sokkal többet fogunk majd használni, a finom parfüm bepüffentős arca. És itt jön a kérdés, hogy vajon van-e élet a 63 AMG alatt? Látjátok, hogy milyen szép felirat van ennek az autónak az oldalán. És gyorsan is mondom, mi a különbség a 63 AMG-hez képest. Ugye, aki nem tudna elhelyezni a fejében, hogy hogy néz ki ez az autó, közben körbejárjuk, és a képben se unatkozzatok, aki nem tudja elhelyezni, hogy hogy áll a sorrendbe be ez az autó, annak mondom, hogy a Mercedes C tetét, ugye a 63S, azaz a V8-as biturbó benzines képviseli, ott 510 lóerő a legteteje, 467 a sima AMG, viszont ez egy szinten lejjebb van. A 43 az V6-os 3 literes biturbó, 390 lóerővel, mert ez már a faceliftelt változat, ezt majd a műszerfalon látni is fogjátok, és 520 Nm-rel, összkerékhajtásra, tehát firmatik rendszerrel, melynek sajátossága az, hogy azon izmos far, ott hátul közel kétharmadnyi nyomatékot kap, és ezzel nagyon hangsúlyosan tudja mozgatni a fenekét az autós moziban. Fogunk majd mutatni olyat, amikor szépen driftel is. És az volt az érdekes, amikor driftelt, hogy amikor átbillent már azon a holdponton, amikor általában már megforogni szoktunk, erős gázadása olyan gyönyörűen kihúzta az eleje, és a hátul olyan gyönyörűen betolta, hogy Kolossal, aki akkor mellettem ült, és egyébként nem ügyetlen srác, hát csak néztünk. És ami belül fogad, kedves hölgyeim és uraim, az nem más, mint az igazi prémium Mercedes érzés. Ott középen az a kulcs. Látjátok? Én még nem találkoztam fehér Mercedes kulccsal. Lehet, hogy ez az AMG-k sajátja? Nekem mindig fekete színű kulcsok jutottak csak. Ugye nagyra nyílik az ajtó, piros öv vár minket. Elmondom az árát is. Az ára ennek az autónak, a tesztautónak 27 millió forint, ami nagyon soknak hangzik elsőre, másodjára és sokadjára is. Az alapára 20 millió forint, és meglepő, hátul most nem fogok beülni, meglepő, de hátul is van benne hely. Meg fogom nektek a motort mutatni, azért teszem ezt, mert a motor egyébként szép, és ellentétben más AMG motorokkal, ha ránéztek, egy dolog hiányzik róla. A plakett.
hogy ki csinálta. Ugyanis ezt a motort nem egy ember szereli össze, úgy, mint egyébként a nagy AMG-ket. Zoli kérdezi, hogy száműzhető belőle az elektronikus felügyelet? Igen! Képzeld el, teljesen ki lehet off-olni, Sport Plus-ba hátkapcsolod, és hosszan nyomod a kipörkésgátló gombját, teljesen ki lehet off-olni. De akkor a motorról még egy picit, tehát 3 liter biturbó benzin, és 390 lóerő, 520 Nm, bőven elég. Komfort módban használva az autó egyébként annyira kezes, és annyira nyugodt, hogy el is felejtkezel arról, hogy milyen őserő van benne. Ha elkezdesz vele rosszalkodni, és átkapcsolod Sport Plus-ba, akkor jön ki igazából a másik énje. Az a kis rosszaság, és mint mondtam nektek, telemetriából lementhető, vagy telemetriából lekérdezhető egy csomó adat. Nézzük egy beindítást. Ugye ez már a facelift, tehát itt digitális kijelző van. Diszkréten felröfög, és a Mercedes-től megszokott módon, azt kell, hogy mondjam, Mercedes-től megszokott módon gazdagon túl van benne tolva szolgáltatás csomag. Mindjárt mutatok egy-két érdekességet, de itt a kezelő panelt pillanatra nézzük meg, billentyűk csak le ide a kamerát. Így. És itt van egy-két érdekes beállítás. Ez nekünk a legérdekesebb, amivel az autó karakterét lehet menedzselni. Kéziváltás, felfüggesztés módja túloldalon. Hát ugye ez az, amit rögtön kikapcsolsz. Kipufogó hang. Hello Ati! Üdv neked is. És amit mondtam már, a Mercedes-től most már megszokott módon, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyedülállóan olyan szinten túl van benne tolva, és ez pozitív a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, hogy ilyet még nem láttál. Csak egy pár dolgot szeretnék nektek megmutatni. Ugye, ha beteszem ezt a menüpontot, amely mögött még a klimatizálással kezdhetünk, ami csak annyi, hogy illatosítson és ionizáljon az autó. De hát ezt engedjük el, mert sportautóban ülünk. Nézzétek, a Dynamic Select-ben ki tudok választani egy csomó dolgot, amivel tudok konfigurálni, amit tudok az autómon konfigurálni, de menjünk egyen lejjebb. Track Pace. Ugye, ez azt jelenti, hogy versenypályás használat. Ki is írja, hogy csak versenypályán való használatra. Pedig ez egy 43, ami egyébként valószínűleg a gazdag ember GT autója. És a Nürburgring kisköre a track race-re be is van programozva, tehát ott tudja mérni a szektoridőket is, és ebben nem fog belemenni, mert nem ez az izgalmas, hanem a drag race, ahol tudsz gyorsulást, negyedmérföldet, fékezést, és sok-sok egyéb dolgot még állítani. Nyomunk egy előzményeket, és itt van a 442-m. Látjátok, hogy nem kamusztam? Milyen a hang be és kikapcsolt kipufogóval? Kedves Ati, amikor mész vele, tehát van a kipufogónak nyomása, akkor bekapcsoltva Sport Plus-ba nagyon izgalmas, rotyog, durrog, igazi sportautós. Ha kikapcsolod, akkor pedig nagyon decens. És itt van ugye, hogy azt mondja, hogy 68 méter alatt futotta meg a 442-t. Ugye ez volt a forgatás alatt. Téli gumikkal, ugye megint mondom, 4,7 a hivatalos ideje, és még azt is megmutatja a 0,50-et például, hogy futotta. Látod? És ez, hangsúlyozom, ehhez így a hétköznapokban valószínűleg sosem fogtok hozzányúlni, csak szerintem ez nagyon jól mutatja a Mercedesnek a gondolkodását, hogy túl tudjuk tolni mi a szolgáltatást, és ez jó. Hello Dönci! Jaj, de ő, te is itt vagy. Azt mondja. És jönnek a telemetri adatok. Minden paraméter egyébként, nézzétek, ennyi paraméterből állítható össze. Tehát mondjuk az egyes paraméterre betehetem a gázpedál állását, kettes a sebesség, mondjuk a hármas az legyen, mit tudom én, bármi, motor teljesítmény, és a négyes a fordulatszám, és közben mutatom, kicsit megpöcögtetem, és nézzétek, jönnek a telemetri adatok, érted? Egy C43 AMG-ben ülünk,
ami valószínűleg a versenypályára, hát nem tudom, hányból hány fog kilátogatni, de hát nem lesz ez versenypályás autó, mert egész egyszerűen nem odavaló. Így. A hangillusztrációra annyit, hogy lesz majd egy autós mozi, ahol el is rúgjuk neki, gyorsulunk is, driftelünk is, sok mindent művelek majd vele. Most nem, most csak egy incsiklandozó, körbejárós videót szerettem volna nektek csinálni. Ilyen a hangulata a 43-nak, és nagyon jó vele élni. Nekem azt tetszett ebben az autóban leginkább. Közben lecsukom. Szóval, ami nekem nagyon tetszett ebben az autóban, hogy nagyon jól használható. Nagyon kényelmes vele az élet. Tehát amikor az autópályán mész, és egyébként 17 litert fogyasztott nálam, úgyhogy azért gyakran rúgtuk el neki, de az autópályán 10 literre le tudod szorítani a fogyasztását, és végig ott van az a tudat, hogy bármikor rá pöccintesz. Ez az autó gyakorlatilag mindent, mindenkor képes megelőzni. Hát ilyen a C43 AMG Coupé 27 millió forintos vételárával. Nagy élmény volt, egy AMG mindig ünnep, ezt mondtam, amikor kitettem az első posztokat róla, egy AMG mindig ünnep, ez is nagy ünnep volt. Kedves hölgyeim és uraim, mondjuk azt, hogy a felcsigázó trélerünk itt ért véget, hamarosan jön az autós mozi, ahol majd megtapasztaljátok, hogy milyen is, amikor egy picit megkergetjük a Hungaroring tampájáján. Egy utolsó körbenézőssel búcsúzunk. Vajon elmondtam mindent? Szerintem igen. Kedves hölgyeim és uraim, további szép estét mindenkinek, a Sámán búcsúzik. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Jönnek még tartalmak, Insta, YouTube, Facebook feliratkozni. Köszönöm. Aloha!